A mai napon, kedves nézőink, a macskák világába kalauzoljuk be önöket. A macskák emlős állatok. Általában nyávogással hívják fel magukra a figyelmet, kivéve akkor, mikor vadásznak, akkor sosem nyávognak, mert elriasztanák a vadat. Macskája lehet embereknek, és macskáknak. Az már általában macska családból származó macska, akit macskák nevelnek, fölmacskák etetnek. A macska kedves állat, ha szeretik, viszont elképesztő genyó tud lenni abban az esetben, ha nem szeretik. A macska nagyon büdöset pisál. A hím macska. A kand-ur. Kand-ur. És ez az urr szó a dorombolás. Tehát a macska a jó kedve van, nem azt mondja, hogy fú, ez geci jó, hanem azt, hogy tehát ez a dorombolás azt jelzi, hogy a macskád szeret téged. Ha rálépsz a farkára, miau! Hangot adja ki, amivel jelzi, hogy ezt meg ő nem kedveli. A macskát táppal lehet etetni, ha a macska magára marad, tápot keres a fákon, a föld alatt, mert a macskák annyira hozzá vannak szokva a jobbnál jobb tápokhoz, hogy szerintem már megpusztulnak maguktól, köszönhető ez az embereknek. Amit még fontos lehet tudni a macskákról, hogy szeretik az egeret, meg mindent, ami megmozdul, arra ráugranak, és játékosan meggyilkolják. Nem feltétlenül akarják elfogyasztani, nagyon szeretnek játszani, ahogy mi is, és akkor itt jön ez a furcsa kapcsolódás, hogy játékot csináltak a macskákból, egy macskából, ami nem ilyen édibédi cicás történet, legalábbis remélem, én úgy láttam, hanem valami furcsaság, egy macskát irányítunk, a macskáknak meg szerintem, és merem remélni, ezt lovagolták meg a játék készítői, rendkívül izgalmas az élete, mert ahogy lejön, leszáll az éj, az enyém is, nekem is van, elindul bóklászni. Ezért az egyik neve Bóklász volt a macskának, de végül is a marcipán maradt meg. Érdekessége, hogy egy M, egy mogerjel van ide, szőrből kirakva a homlokára, ezért nem lehet letagadni, hogy az az én macskám, de tulajdonképpen egy mogger macska is. Úgyhogy marcipánt rendkívül kedveljük. Tudni kell róla, hogy elbaszták autóval. Azt is tudni kell, hogy nem más csapta el autóval, hanem én magam átmentem rajta, és mivel a macskának 9 élete van, ezért elfogyott belőle egy, de potom 100 000-ért összerakadtam újra, és működik. Működik, jár, beszél, és mindent tud egyszerre. Annyit kell tudni még, hogy a macska ugye büdöset pisál, amennyiben van heréje, de ha nincs, akkor már nem pisál büdöset, és nem is írtatja ki magát a többi macskával. Hosszú gondolkodás után marcipán beleegyezése nélkül, de elvettem tőle a heréjét, mert ezt így láttuk jobbnak, és még azelőtt, mielőtt tudta volna, hogy mire lehet használni. És tulajdonképpen így most egy teljesen nyugodt macska persze kihagyja az élete javát. Ennyit röviden a macskákról és a játékról. István Szabósnak köszönöm az óriás toborzást, kedves keresztapámnak, 305 mogger a falakon, köszönöm szépen, vagyis a falon belül bele toborozva. Nagyon szépen köszönöm, kedves István Szabolcs, illetve feliratkozott még Sáfráz, akinek szintén nagyon szépen köszönöm a 21 hónapját. Úgyhogy azt hiszem, mindent tudunk a macskákról, elmondtam, hogy én mit tudok, és most nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt az izgalmas macska életet mennyire tudja visszaadni ez a játék. Azt mondják, hogy 4 óra kb. Kivinni ezt a játékot. Nem tudom, hogy mennyire fogom tudni én ezt abszolválni 4 óra alatt, de hát ha sikerül. Tehát...
kezdődjék a játék! Hoppa, füstből előjött egy macska fej! Egészségedre, tanker, köszönöm szépen a vizet! Mester, TikTokon láttam egy videót, ahol jól érezte Nagyin magát, és borított mindent, törtek az üvegek. Hát kukesz, az nem én voltam. Nem véletlen, nincs már fönt az a videó. De volt egy Duma színházas összetartás, és állítólag ittam valami piát. Becsináztak, valószínűleg ezért történhetett az, de hát szerencsés vagy, hogy láttad. Na kérem szépen, cica kaján, mi esik ki a zsebemből folyamatosan? Mi ez? Valami esik szét itt körülöttem. Na, tehát ugye, mint mondtam, elütöttem a saját macskámat, mert annyira édes volt, hogy várt haza, és már kijött az utca elejére, még jóval azelőtt, tehát egy ilyen 100-200 méterre, mint ahol én lakom, és ugye mentem az autómmal, ő pedig gondolta, hogy odaér előbb a kapuhoz, mint én, és átrohant a kocsi alatt a két kerék között oldalról. Futj! És már akkor a szemem sarkából éreztem, hogy ez ő volt, koppant, hátranéztem, még átverte magát egy kerítésen, és eltűnt. De akkor még nem voltam biztos benne, hogy ő az. Aztán megtaláltuk a padláson egy laza nyílt töréssel, amit utána összevasaltattunk, és hála a jó Istennek most már működik. De hát ugye vidéken is azt mondják, hogy a macska fogyóeszköz. Sajnos az autók azok tizedelik őket, mert bármennyire is jó érzékei vannak a macskának, de egy baszadék nagy autót, ami hörög, büdös és kurvára világít, az valahogy nem vesz észre rendesen. Na, Dakotának köszönöm szépen a 7 hónapját, kedves Dakota, legyél örök élető és örökké mogger, köszönöm szépen! Üdv mindenkinek, hadd pörögjön a Macskusz gém! Nem tudom, hogy angol tudásomat mennyire kell használnom, ami ugye nincs, és most duolingózni se duolingóztam egy ideje, elvesztettem egy 60 napos szériát, ami nagyon megviselt. De nézzük, én ezt elindítom még a settingsbe, belemegyünk, vibration, okay, music volume, nem érdekel egy, a musicról tudtok valamit, hogy streamelhető-e a neve, vagy a neve, streamelhető-e? Ja, és itt van fekete puty, purdorom-dorom, puty, lehet, hogy ha nem is hangba, de egy-két ilyen beírásba azért számítok rád. Tékaresz, köszönöm szépen! A 22 hónapodat, legyél örök életű, örökké mogger, köszi! Nem olyan jó a periférikus látása a cicának? Hát de nulla! Köszönöm szépen, puty. Vagy bárki, aki esetleg jól tud angolul, és kettő mondatban le tudja írni a chat falra, mert úgy tudom, hogy nem túl sok angol kell a játékhoz. Na, az a kérdésem van, hogy itt nincs vitá, hogy tudjátok-e, hogy a végig angol szöveg lesz, kell fordítani emberül. Micúr. Hú, Micúr, neked macska neved van eleve. Megszólalt a macska, látok. Már eleve ez a menü nekem nagyon tetszik. Ez nagyon el lett találva. Szóval senki nem tudja, mit tudom én, biztos láttátok, hogy a VR végigvitte 4-szer fél óra alatt, hogy ők a zenét használták. Senki, Alfonz, nem tudja. Szevasz, DDN! Senki, Alfonz, 22 hónap, legyél örök illető, és örökké mogger, köszi szépen! Gameplaybe nézzük meg. Az azt jelenti, hogy start game, ugye?
Malasz Karul, köszönöm szépen a 15 hónapodat, legyen örök élet és örökké Mogger, köszi, köszi, köszi. Settings, gameplay. Itt ezt már néztem, itt nincs erre utaló cucc. Szevasz, Binjoy! Úgy tudom, nem kopi mester. Jó, elkezdjük, kész. Mindenki fogja meg egymás kezét, vegyi az ölébe a macskáját, és nézzük meg, hogy milyen az, amikor átmegyünk macskába. Egy slot, start game. Macska lábnyomok láthatók, jobb oldalt lent, ez a töltés jelzi. Aha. Felhúzom hangerőt, most mondjátok, hogyha halka játék, vagy hangos, vagy bármit, jó? Legyen hangja. Köszönöm szépen, Rolex, szevasz, szevasz! Macska telep. Több macska, csöves macskák. Szó szerint itt már az alkotók a csöveket is bevonták. Ezért csöves macskák. Hobók. És ez leszek én, fogadjunk. Hopp, meg is vagyok. Nem igazán izgatom fel a fekete macskát. Egy kis bunyó. Na? Keresztülke... Ne, ezt... ez csúnya, gyerekek, hát ez nem áll. Nézd meg, hogy megtiprom. Itt innen nem tiprom meg, de innen... Na! Nézzük meg, ő vele mi van, veled haverok vagyunk? Nem. Ezek testvérek lesznek, gyerekek. Mindenki mindenkinek a testvére. Ó. Szerintem ide fingott azért. A kis macskának olyan büdös fingja van, ahogy az egészen elképesztő az. Dorombol a kontrollerem, csak szólok. Rezeg. Oké, végignyaltam az összes macskát, vagy van még macska, akit végignyalhatok? Itt ez mi? Jó, hát ide nem megyünk be. Utás az hogy megy? Hopp, így meg tudok fordulni egy pillanat alatt. Aha. Ajaj. Aha. Ott nem hülye a macska, tehát nem fog leesni. Ez én vagyok, figyeld? Akkor mondok egy beszédet. Macskák! A világ tele van kegyetlenséggel. Itt vagyunk, csövesek vagyunk. Csövesnek lenni szar dolog. Ezért én kitörök a semmiből, és meghódítom a világot. Majd mikor visszatértem, azt fogjátok mondani, hogy... Ez. Ennyit akartam mondani. Most pedig lefekszem. Holnap új beszédet mondok. Szevasztok, jó éjszakát. Kivittem a játékot. Gyerekek, csillagos ötös. Ennyi volt. Ennyi. Nem mondom, hogy egyszerű volt, de megcsináltuk. Köszönöm mindenkinek, hogy végignézt. Hopp! Álmodóvár. Azért az Instán egy ilyen fotó a macskámról pillangóval. Több ezer like, érted? Like hegyek. Nem is kell hozzá 9 élet. Na hát most a
még egyszer végigviteti velem a játék, nem vitték el, ezért nehezítik. Azt mondja, jó, megcsinálta magát, ennyi idő alatt, akkor gyerünk, szopassuk meg, legyen egy jó kemény. Inside the wall! A fal túloldalán. Vagyis belső oldalán, nem? De, már kis javított putty. Falon belül, így van, bocsánat, bocsánat, innen az benn, ugye, hát ez a hülye is tudja, csak én nem mindig, mert nem vagyok hülye, érted? Na! Ha mi a macskák? Gyere, fekete, te vesz előre, te vagy a gonosz! Ha valaki be akar szólni nekünk, átmész előtte, érted? Azt megpusztítja a rettenet, érted? Érted? Érted, jó van. Indulás. Te értesz mindent? Gyerünk, akkor bandázzunk. Tudsz, 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 tudsz. Hát ezt nyomtam ideáig, már rég felfedeztem magam. Gyerünk, akkor itt nyomjuk egy izét. Anyád, te anyád, gyakoroljuk az anyázást. Ha kimegyünk, ott keménynek kell lennünk, értitek? Te miért nem pofázol? Mondjad. Ez az, mondd még egyszer utánam, ez az, nagyon jó, még egyszer, még egyszer! Te kussolj el! Te mondjad, ez az! Na, úgy jó, betanítottam mindenkit, és Shadow közben 7. hónapját tölti nálunk. Nagyon szépen köszönöm, legyél örök élet és örökké Mogger. Na, gyerünk! Megvan a banda. Hopp, X-el lehet felugrani. Elsőre meg volt, csak szólok. Jó. Kapargassuk akkor, tessék. Ez mi? Ne bassz. L1. Vagy L2, R2. Ténykapargatom, és nehezíted, nem olyan könnyű behúzni, itt bekeményít a kontroller, és nehezebb húzni. Fogyasztja az elemet, mint az állat, az biztos. Gyorsabban? Just do it! Okay, yeah! Angolul mondjad, Lux, így értem. Yes, okay. Akkor szét kapom a fát. Gyere! Okay. Pont elég volt ennyi. Ott van a jel. Még? Nem hiszem, hogy még kell, ez ennyi elég volt. Gyerünk, bandázunk tovább. Jó kis hely. Megvagytok? Na mi van? Dangerous. Jó, itt mi van, srácok? Lehet inni? Iszok. Oké. Oké, jó. Mehetünk. Itt mi van? Itt is iszok. Ott is iszok. Mindenhol iszunk egy kicsit. Jó van, gyerekek, elég az ivásból. Ne, nem kell az ugatás. Indulás tovább! Ilyen macska falka sehol nincs a világon, csak mondom, mert azok együtt így nem nyomulnak, de ezek különleges macskák. Úgy. Mi van? Most erre nincs időm, gyerekek. Pocsolja túra. De ugye nem lesz musical a vége, dehogy nem. Moonlight, la 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 la. Ezt most kár volt a fülembe ültetni, Rolex, mert ebből nagyon könnyen mugyúzik el lehet. Tü 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 t
Futni tudok? Tudok. Á, megvan. Hold, press. Ja, hogy folyamatos ugrás. Láncugrás, magyarul. Hát ez fasz, akkor nem kell egyesével. De jó. De jó. Ezt is megcsináltuk, gyerekek. És rohanok. Itt nem tudok rohanni. Így tudok. Hova mentek? Mit csináltok? Mi van? Mit csinálsz ott? Mit csinálsz ott? Itt visszhangzik a nyarmogás. Van lánzohányos, van láncrugó. Mi lehet a cél? Azt nem tudjuk, mi a cél. Még semmit se tudunk. És kérem szépen, most elmondanám, hogy semmiféle spoilert nem szeretnék. Olyat szeret... Olyat szeretnék csak hallani, amit leír a gép angolul. Azt esetleg leírjátok nekem magyarul. Semmi mást. L2. Observe. Nem tudom, mi az az Observer. L2. Mit lehetett az L2-vel csinálni? Ja, hogy be... Oké, meg vagyunk. Jó. Másikat nyomtam, nem az L2-t. És akkor így tudok... Ez mire jó? Be tudom célozni? A rakétát. Na, itt fogja megszopni az egész brigát, figyeld meg. Illetve csak én. Elszakad a családtól, ne. Ne, haverok, ne. Jaj, szegény. Mi újság? Itt a cicuskád. Igen, Rolex, a macskafogó, ugye? Nem igaz, nem láttad a szemükben, hogy sajnálták? Ajajaj. Sántit. Na. Az én macskának nyíltörése is volt, úgyhogy tudom, hogy ez kutya baj. Mi ez? Mozog a cső, vagy én vagyok ki? Ó, én vagyok rosszul. Ó. Jaj, szegény állat. Valami jön. Valami van a levegőben. Valami van a zsákban. Mi van a zsákban? Az mi a ló? Mi volt ott az? Pockok! Pockok! Danger! This is the trap! Pocok trap! Igyál még sugárzó vizet. Cica. Azt a betyárját. Ott volt valami, ami kinyílt, de még ide is feljöhetünk körbenézni, nem? Ott van valami villogó cucc. Ja nem, itt szöges drót van végig. Aha, jó, akkor azt nem babráljuk. Ott. Barbed wire, ugye? Szöges drót. Ilyeneket tudok angolul, gyerekek. Barbed wire! Csak azért, mert volt egy ilyen zenekar. Ja, oké. Okay. Vagyunk ide. Alsóvárosban vagyunk. Hmm.
Hát ez érdekes. Dead City. Halott város. Kösz. Tök jó helynek tűnik. Hát mi csoda, mit se? Láttátok? Ti is láttátok? Az mi volt? Hát ez egy... Ez egy robot. Ez egy robot. Na menjünk bátran. Mi baj lehet, ugye? Milyen az? Help. Help az azt jelenti, hogy jó reggelt. Ugye? Nézd már, milyen az ég. Ez durván néz ki. Elon Musk műholdjai végre fölálltak a helyükre. Uff. Figyelted a... Egyből megtanultam, hogy merre hova kell ugrani. Wow, nagy! Nagyon szépen köszönöm, hogy betoboroztad a Leventét, és 307-en állnak a moggerek már. Köszönöm szépen a toborzást! Follow me. Te a macskáknak mutattak irányt, tényleg? Nem tudom, hogy lehet-e lootolni. Remélem nem, mert az tök egyszerű lenne, csak így végig kéne menni. Hop, drop. Oda néz. Tudok magamnak vizet szerezni, mondjuk? Na? Nincsen tele? Akkor nem működik. Mit akarhatnak az alkotók? Az, hogy gondolkodjak. Hát felejtsd el! Mindegy, viszem magam, ha meg lehet fogni a vödröt, megfogjuk. Így. Ó, már tudom is, mi van, figyeld meg. Hopp! Nem jó. Nem járnak túl az eszemen. Biztos, hogy nem érted? Tudod, hányan próbálkoztak ezzel? Nem akarom megint azt mondani, hogy... Az egyetlen csatorna, aki most van itt először is, még nem látott játékokat, annak kifejezetten mondanám, az egyetlen csatorna, ahol elsőre megoldották ezt a feladatot. És nem kell utána nézzetek, elég, ha hisztek nekem. Ezeriku, köszönöm szépen. Tiszta tangó és cash. 199, 5199 IQ. Ez Bastet macska alakjában, felismerem, együtt istenkedtünk annó, csak Isten lehet, ha ez így megy. Hát, tud ezt-azt. Innen ezt meg le lehet hadzsintani, figyeld meg. És kifestem vele a félvilágot. Innen nem szabadna leesni, az mondjuk fontos lenne.
Ennek mi értelme van itt? Mindjárt megfejtjük. IQ boost. Csak annyi, hogy át tudjak ugrani, fogadjunk. Lelögdösöm, azt odébb megyek. Paint. Egyébként ezt előszeretettel játszottam a macska boros porrammal, amikor kicsi volt. Pont ezzel a mozdulattal, figyeled, a kis paskogatós így oldalra, így baszta le. Puff. Figyeld. Úgy, majd puff. Utána nézett rám így. Te hülye vagy! Mert a pohár az egy dolog, de azért álljál már le! Na. Ezt is megoldottuk. Oda néz, ott van egy lakás. Jó, na felugrunk. Itt ilyen galambok elleni szuronyok. Király. És már mehetünk is. Mi van, nem akarsz leugrani? Ha jó, akkor csináljuk úgy, hogy túléld. Én abban is benne vagyok egyébként. Oh. Kommunikálnak velem. Kommunikálnak velem a gépek. Kezdjük el szétcseszni a szobát. Tinc télim, buci papa. Tinc-télim, buci mama. Tinc-télim, buci család. Tinc-télim, édesanyád. Tinc-télim, buci papa. Tinc-télim, buci mama. Jó! Ennyi! Jó, még egy kicsi. Jó, és most vége. Mégse erről szól a játék, de ezt nem is olyan rossz csinálni. Hitokban becsempészem a Follow Me szövegeket, hogy tudat alatt, aki eddig még nem követi, kezdj el követni. Follow Me szövegeket? Eddig őrületesen izgalmas? Nálatok is így szedi a jószág a perzsaszőnyeget, gondolom. Így van. Mindennek neki esik, de mondom, be lehet tanítani a macskákat. Egyszerű, nem túl humánus módszer, de a macska nem is human, hanem animal. Épp ezért, ezt már páran elfelejtik, a macska vízipisztolyjal való tarkonlövése, amikor konkrétan rossz dolgot csinál, előtte pedig egy hangot kell adnotok, az pedig a utána jöhet a lövés, tarkón, utána már vízipisztoly sem kell, elég csak annyit mondani, és megjegyzi, betanulja, és a végén már semmit nem kell csinálni, mert rájön, hogy tarkón lövik, ha rosszat csinál, nem hülye ugyanis a macska. De mondom még egyszer, a fő jelszó, hogy szeretni kell, azt írják az irodalomban is, és akkor nem csinál gesziségeket, hanem jó dolgokat csinál. Na! Na, jó van, tudunk kiinni egy kicsit. Már régen nem volt, úgyhogy több vizet adok neki, mint szoktak úgy általában. Pascal, egészségedre! Igyunk együtt a macskával. Hát kivéve akkor Rolex, de hát ebben az esetben ugye ki lehet dobni, mint macskát szarni az ablakon. Na! Azt mondja, hogy beleugrok. Ó! Macska lift. Jó van, gyerekek, hát igaz. Ó! Mi? Fosnak tőlem. És tudjátok miért? Mert én vagyok a legdurvább macska az egész világon. Amilyen világot láttatok, annál is százszor durvább vagyok. Tudjátok milyen vagyok? Mint egy állat. Most figyelj!
Ezt nem tudom összehangolni, még gyakorolnom kell, kicsit úgy érzem, de értitek, mire, mit akartam csinálni. Marad a kis nyarvogás. Minden esetre szerencsés világ ez, hogy a macskákat egy nagy világító táblával irányítják A-ból B-be. Remélem nem hagytam ki semmilyen lootot. Na mi van, köcsögök, fostok, mi? Hogy néztek ti ki? Mi ez? Ah! Mit akarsz tőlem? Én csak egy macska vagyok. Ha! Egy mozdulattal elvágtam a torkát. Persze jobb lett volna egy kis barát, de... Igen, kell egy barát. Oda is be lehetne menni, nem? Nekem az az érzés, hogy nem. Nem. Jó, most kövessük az egyenes utat. Tessék, parancsolsz? Sziasztok! Ajjaj! Most kell fújni. Hold to run! Baszki! Baszki! Jaj! Közben nem tudok ugrani. Úristen! Nem tudok, miért nem tudok közben ugrani? Nem tudok közben ugrani. Az baj. Aaaaaah! Jaj! Takarodj! Jaj! Mik ezek a kis... Babok! Babok! Jaj, ezek babok! A macska utálja a babokat! Baszd meg! Takarodj! Meg akarnak baszni a babok! Erről nem volt szó! Fúj! Meg akarják hágni! Ne! Ne! Erőszakoskodó babok! Jaj! Rengeteg bab! Menjetek a... Mi ez? Babföld! Mi van itt? Mi ez? Ne! Ott, arra mutatja, menj már innen! Rohadt undormány, kurva bab! Kurva bab! Ugorj el! Jaj! Jaj! Follow me! That's too meow! Mexikói ugráló babok. Szép volt, közi szépen. Azok macska herék, kasztrált macskák eldobott heréi vissza akarnak térni. Sanyi Banyi, megfejtetted? Tényleg. Macska here támadás volt. Vissza akarnak térni a régi macska herék. Na. Hát elég nyomasztó világ. Nem tudok, de hogy nem oda tudunk menni. Hopp, oda, hopp. Oda. Hát miért jó? Mi ez a zene? Mi ez a zene? Hova megyünk tova? Oda. Na? Hogy visszajöttem oda, honnan elindultam? Ezt azért... Nem tudom, figyeltétek-e? Mutatom még egyszer. Elindulsz innen. Fölugrálsz rutinosan. Átugrasz oda. De nem visszamész, hanem mész tovább. Az veszélyes lesz. Azt már most mondom, hogy nagyon veszélyes lesz.
Nem. Az ide, ez macska palló. Oda át. Nem de. Puff. If I been in bridge bang, diggle, 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 diggle. Jó? Oké, oké. Jó? Megpaskolod? Ez az igazi macska palló, nézd meg. Úgy, puff. Akár ide is följöhetek, menjünk fel ide. Valamiért azt kívánom, hogy bárcsak oda fölmehetnék, fel is megyünk. Arra kéne tovább menni egyébként. Gondolom egyre többet kell gondolkodni, ami hát ugye nem baj, mert elképesztő eszünk van. Komád vagyok, szevasz komám! Szevasz komám, 309. mogger vagy, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt vagy komám, legyél, illetve reméljük, hogy rászolgálunk a bizalmadra, iratkozz fel a Discordra is, és ott elég sok komát tudsz még találni magadnak, úgyhogy jó szórakozást itt köztünk, komám. Azt mondja, hogy most lehet, hogy túljárnak az eszemen, de az is lehet, hogy behányok, ha még jobban megforgatom a világon. Onnan nézd meg, nézd meg. Nem ott jöttem át, ugye? Igen, arra kéne tovább menni, oda kell feljutni. Semmi gond, gyerekek. Egy jó macska körbenéz. Egy jó macska megnézi onnan, hova. Akárhogy nézem, itt most az, hogy ide följöttem, az semmit nem jelent. Tehát egy jó macska, az ide jön, azt átugrik. Az igazán jó macska, az nem szarózik, az fogja magát, azt átugrik. Így, átnyomja magát az üvegen, és itt van, a kék szobába. Nézd csak, ott van egy naptár, október 11-e van. Itt félig azért, ez milyen ez, ez ilyen tájföld, milyen betű ez? Ha? Jött egy raid? Atus TV, szevasztok! Most kezdtünk el macskáskodni. Foglaljatok helyet, cipőket vegyétek le. És nézzétek meg, mit tud egy macska a kihalt világ kellős közepén. Az az érzésem, hogy itt megint gondolkodnom kell. Nem tudtam, hogy ennyit kell gondolkodni, gyerekek. Press to meow. És akkor most mi van? Én ott másszak, hát durva lenne, hát hogy ezt akarja. A cica! Akkor aki a feljő nem tud itt fölmászni, vagy valamilyen trükk nincs, hogy hogy bárhogy oda fölmenjünk. Várjál. Majd most mindjárt. Oda. Nem tudok oda fölmenni. Hajjaj! Most nem sikerült a gondolkodás. Most valahogy... Tehát a... Onnanből megyek. Haja? Figyelj, Diku bajnokot, nézd oda!
Jó, kinek van egy esze? 1000 IQ, 1005. Júj, de durva. Júj, de durva. Menjél okosan, okosan. Hopp! Nem tudom, hogy az intelligencián nem sokkolta le a csetet. Nem érzitek azt, hogy még írni is elfelejtettetek, annyira durva, hogy ez így konkrétan így megtörtént. Jó. Na. Úgy. Úgy. És merre kell tovább menni? Arra? Várj. Nem mutatva? Az még ott izé. Még ott megszólal. Odáig elmegy a jó. Na jó. Haladjunk. Ne! Szórakoztok velem. Mi van ott arra? Rá a táblára, azaz, oda hopp, úgy, nagyon jó. Hopp. Elképesztő jók vagyunk, ezt itt innen el, nem tudod elpaskolni. Nem tud elpaskolni, most komolyan mondod? Nem tudja. Csak oda tud ugrani ez a macska, érted? Csak oda, ahol az X meg van téve. Hát így azért elég egyszerű. De nagyon jó deszkalőkő a macska. Merre? Most boldogság van. Úgy. Vigyázz meg, ne basszon. Úgy. A sima ügy, csak... Szeretnék kicsit körbenézni, hogy ott mi van például. Nem lényeges. Ide jössz. Figyeled? Egy macskatléta. Macskatléta deszkalökés. Amúgy itt merre kell menni, térkép nincs valahol. Te, megnyomok egy ilyet, semmi. Itt semmi nincs. Semmi az égvilágon. Végtelen egyszerű játék. Egy. Na. Nyílik, nem nyílik. Úgy. Megforgatták a játékost, értitek? Most másik oldalra megyek át, aztán oda megyek át. Igen. Egyre följebb és följebb. Létrával megyünk tovább? Hó, megyünk tovább. Ott van a világítós. Nagyon jó, mehetünk tovább. Fussunk igazából, fussunk. Hopp. Oda be kéne ejteni megint valamit, hogy tovább tudjak menni, nem? Na, ott mi van? Nem á! Nem látok így! Hello! Ott van! Nézd a macskat, Léta mindjárt kitalálja, hogy mi van.
Nyede okos macska te. Ért az elektronikához. Villanyszerelő macska, gyerekek! Villanyszerelő macska! Hát kikapta az akut? A fogával, nézd meg! Oh, nem is a fogával, a tokájával! Mágnes van a tokájával a macskának! Oda nézd! És figyelj, és még közben nyávogni is fog tudni. Nem, az közben nem tud. Akkor engedd el. Vedd föl. Figyeld. Nesze, belenyomja a földbe, az fölkapja a tokájával. Ez igen? Toket. Yes, this is the toket. Okay, thank you. Fuck you. Menjünk föl. Oda nem fog tudni beleugrani, csak úgy, hogy fogom a izét, figyeld. Fogom ezt, lerakom, és innen ugrok föl. Nem, én minden estül föl tudok ugrani. Hát akkor ugorjunk föl, csak itt simán. Nem véletlen tudom én ezt megfogni, figyeld meg, be fogom rakni vala. The flat. The flat. Az emelet, nem? A flat. Mi volt? Ja, átnéztünk az övegen, figyeld! Akarsz egy kis bélyeget? De már nincs a tokáján a cucc. Oké. Törjünk szét mindent, mert az jó. Lakás, ezt mondom én is. Emeleti lakás. Ja, flóra az emelet. Jaj, de hülyék vagytok tényleg. A flóra az emelet. Flett az a lakás. Ez alap angol, ha nem megy, akkor el lehet innen menni, jó? Most kicsit forduljatok el. Jöhettek vissza, kész vagyok. Na, összetört. Ja nem, itt van, jó van. Mind a kettő. Kúrógép. Ja, hogy kúrógép. Óóóó! Ezt a nevet biztos nem a csajod adta. Nem te magadnak, ugye? Bocsáss meg, ne arra, úgy csak kijött. De... a névért felelősséget kell vállalni. Hát ilyen gondolatolvasó vagyok. Nidakunékém, ja pirítás. Szőnyeg frissítéssel küzd. Na, bemegyünk ide. Jó. Itt is, és itt nem lehet izé kaparászni, ezeket az oldalakat szokták kaparászni a macskák, hogy... Igen, igen, jó, 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 jó. Oh, I need help. Azt nem mondta, hogy oh, macska kaparással frissíti a szöveget. Csokis muffin, köszönöm szépen! Szerbusz! Micsoda beköszönés egy bingyi csírrel! Köszönöm!
Na. Ide bejövünk. Aztán itt, amit lehet, segítünk. Hopp, mi? Figyeld, villanyszerelő macskát. Hopp! Egyek lehet izélni. A macskát megpacsisztatni, nem? Azt a betyárját várják. Jó, ott most... Mi van oda? Egyes és nullások. Egyesek és nullások. Hűha, na itt, itt kell az IQ. Ajjaj. Ajjaj. Kell az IQ fate. Ne. Egyesek és nullások. Ott is van egy, nézd csak. Ó, nem kell az IQ, össze kell szedni ezeket, az kész. Nincs itt baj, gyerekek. Már most érzem, hogy megvagyunk. Még hát, ha van valahol föl lehet mászni, azt valahol még csak találunk. Például itt is lesz egy, mi? Nem lesz. Figyelj, ott van. Ilyen fölösleges kéne. Fölöslegeset nem látok valahol még? Jó, ne válaszoljatok, várjatok, én keresem. Elgondolkodtam. Jött ki magyar felirat ehhez? Hello, Matu anyu! Na figyeljetek, én most nem tudom, hogy itt konkrétan mit várnak egy macskától, de várjál, én már ki se tudom szedni, ez jó helyen van. De jó helyen van, te ki se lehet szedni. Vagy csak azért nem lehet kiszedni, mert nem tudtam át ezt a helyre. Toljuk vissza, gyere ide! Gyere ide! Várjál, el se tudom újraindítani, nem már. Ja de. Ez már a helyén van, akkor ezt ide betesszük. Na, tedd oda be. Tedd oda, nem oda. Nem oda, hülye macska, oda. Úgy. Még egy kéne valahol. Szórakoznak velem, el van rejtve. Nem gyanús, hogy így, hát nem véletlen lehet ide felugrálni, nem? Ott vagy! Ennyi az anyád, na gyere ide! Most figyelj! Páf! Kinyitottam a titkos ajtót. Van IT robotban.
Discordja, mindenki iratkozzon fel a Discordra. Itt tudjátok megtenni, ha igazán szeretnétek valahova feliratkozni. És tegnap előtt egyébként azt szeretném mondani mindenkinek, hogy nyugodtan menjen rá a Mogger Gamer YouTube csatornára, mert föl lett téve az Elden Ring második része, szerintem nagyon jó lett, úgyhogy nézzétek meg mindenféleképpen. Na, hát itt van ez a robot. Ezt fölveszem, és... Várjál már. Fölveszem, és oda bele fogom tenni, mert hogy igazából nem csak egy egyszerű villanyszerelő macska vagyok, hanem az egyik legjobb. Messze az egyik legjobb. Drop. Nem. Ez hülyeség. Neki nincsen értelme, neki az én hülyeségben nincs neki értelme, nem tudom innen. Mit mi van? Na és ott mi van? Aha, ott az van. Mi ez egyébként? Ezt nem lehet berakni, nem? Robotba beletenni, nem mi van odaírva? Nem tudjuk. Nagyon titokzatos macska feladat vár itt ránk. És ebbe a robotba kell beletenni valahogy, nem? Abba. Nem. Szórakoznak velem. Megint tesztelik az IQ-mat. Nem szerettem, mikor hülyének néznek. Pusztán azért, mert hülye vagyok. Ezt ne csinálják, jó? Ebbe a izébe kéne beletenni valahogy, de hogy nyitom ezt ki? Mit csinálok? Na jó, tegyük ezt le. Mi van ezzel a dobozon? Kell a mesternek segítség? Nem, még várjunk. Jaj, de aranyosak vagytok, nem is számítottam erre a legjobb közösség a Twitch-en. Oh, Buchinger Peti, te is cuki béka vagy. Na. Hova a vérverejtékes valamibe kéne betenni ezt? Ide valahova? Aja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 j
tudom eldobni. De el tudom dobni. Nem nyert. Pacsizó macska. Oh, mi ez egyébként? Nézzük meg közelebbről, vagy ezzel lehet zoomolni. Mi a szar? Oda nézzél rá. Ránézzél, úgy. A két szeme lenne ennek a fejnek, és leesett már a feje egyszer. Nem nyert. Oda van valami írva. Nézed meg. Mozgó doboz. VT336K kötőjel akár, mennyi gondolom ez a robot lesz, nem? És ezen egy felségi jelzés, vagy valami? Na. Valami francia cuccok vannak itt, érted? Made in France. Ilyenkor nyávogás nem segít? Nem. Férfiasan kell odaállni, nem nyávogunk, ki kell találjuk. Berakta? Nem rakta be. Belerakom valahova. Fölugrok, vagy? Így. És most ejtem el, mondjuk. Itt meg nem ad rá lehetőséget, ad a baj. És zoomolni se tudok. Itt se tudok zoomolni. Meg semmi értelme nincsen. Ajajajajajajajajaj. Húha, hú, forr az agyam. Ó, oh, várja. Ó, oh, várja. Fori vagyok. Na, mi ez? Na. B/12. Tönkretette. Pont úgy nézek ki, mint egy egér, úgyhogy meg kell, hogy öljelek, ne haragudj. Hopp! Ezt valaki lefordítaná? Tényleg nem vagyok annyira jó angolból. Poloska droid. It worked! I am free, thank you! Megdolgoztad, megcsináltad, én szabad vagyok,
Kap be a fa... Köszönöm szépen! A cat in... Egy macska a Dead City-ben. Nem emlékszem a nevemre. Korrupt a memóriája, tehát bármilyen nevet választhat magára. Memory corrupted, tehát olyan, mint kis hazánk, tehát lehet a neve Laci, de hogyha eleget fizettek, akkor pöcsfej lesz a neve, jó? B12, mint a vitamin. Csak ő már nem nő meg tőle. To work ebben az esetben működik. Ó, köszönöm, Fekete Puty, meg mindenkinek, aki fordít. Trapped in the electronic network for so long. Csapdába kerültem az elektronikus networkbe hosszú időre, vagy valami ilyesmi. Nem... Kukesz, nem hanyagolom, ezt a játékot állítok 4 óra alatt végig lehet vinni, megnézzük, és utána csapatjuk azt is. I know I worked for scientist. Én tudom, én dolgozom. Köszönöm szépen, Péter Vóri, ez nektek és a játékoknak is köszönhető. Seg detektív, köszönöm szépen a 18 hónapodat, legyél örök illető és örökké mogger, köszönöm szépen. Egy tudósnak dolgozott itt, aki itt élt. Tudós. Aha. Hát nehó, Kámi. Hívjál B12-nek. Neked 5, akkor kész stream lesz. Belőle. Mi látszik veszélyesnek? Most mit mondott a robot egy mondatban? Összességében most mit akar? Hol van ő egyébként, hol a robot? A város veszélyes, azt mondta, hogy el kell innen takarodni. Jó, akkor ezt jól értettem. Takarodjunk el. But key unlocks the door. I remember that much. Nem nyitja, vagy a kulcs nyitja az ajtót, és ő emlékszik that much. Tehát match az mit jelent? Ja, hogy ennyire emlékszik. Aha, oké. Okay. Let me get that for you. Ott vannak a kulcsok. Hopp. Very good. Nagyon jó. Ne örömködjél tovább. Battery low. Oho. Merül az eleme. Come over here. You are going to have to put this on. Azt a mindenit. Rám csaptál egy ilyen cuccot. Bementél a zsákomba. Nem jó érzi. Így kell... Nem áll. Most ez mi? Mi csináltál belőlem?
This backpack was designed for smell Igen, nem komfortos. Azta. Ilyen nem is lesz. Memória, az halott. Értem. Easy. Na, tűnjünk el a lakásból. Ezt mondta, ez a lényeg. Na jó. Mi a macsek? Inatba szállt a bátorság. Most mi? Hopp. Translation, it's engineer. Ez itt fordítgat, ha akarom. De miért nem tudunk eltakarodni a lakásba? Ott kell kimenni, azért nem. Jó, megvagyunk. Aha, várj, nem jó. Kus. Shut up. Nem máshol kéne elmennünk a lakásból, vagy mi? Igen, azon az ablakon fogunk kimenni. Nem, mert ez csukva van. Akkor ott egy ajtó, azt majd kinyitod nekem, igaz, robot? Open! Use item! Oda néz. Lámpát is tudunk kapcsolni vele, nem hiszed el. Meg. Én macska vagyok, aki lát a sötétbe, gyerekek, ne szívassuk egymást. Aha, jó, na gyere, gyere, gyere. Ó, zongora. Nem lehet rajta végigmenni a macskásan? Dehogy nem. Smoke and water, fire in the sky. Okay. Megvolt. Most már biztos kell lootolni, és mert itt van a robot, aki nehezíti az életemet. Open. Mondom, az 101234, ez lesz a kód. Mi volt ez? Minden egyes számítógépen ez volt kiírva 60-szor. Ez lesz, azt fogadjunk. Ide jövünk. De az is lehet, hogy ez butaság. 0502 pucsi napja. Hát, ez butaság. Ez a büdös életbe többet nem fog elindulni. Akkor nem ez lesz a kód. Kód egyenlő, de durva, azt nézek, ott a kód. Ott a kód, 3748, nem, de, 3748. 3748, minden egységnek behatolunk, 3748. 30,
37, 48. Zöld jelzés, behatolunk. Jól van, gyerekek. Wow, look this place. Wow, nézd meg ezt a helyet. Az a lift distance, az mit jelent a distance? Az a távolság. A távolba fontos lehet. Aha. Jó. Akkor a distance mégiscsak egész jól értett. De rá kell csapódni, robot, figyelj. I know we need to go up. Oké. Hú, ez azért jól néz ki. Mi van itt? Ez fájni fog. Nem. Nézd, milyen szépen lelassított. Hát ez elég durvincs hely. Itt vannak a babtermőföldek, nem? Újabb jelenet. Wait, I remember the outside. Várj! Én emlékszem. A túloldal. Külvilág. Ígérj meg valamit. Ígérj meg valamit. Valami ilyesmi. Memories. Miért van neked memóriád? Ja, nekem. Miért van ez? Keep going. Jó, menjünk. Ez mi? Mi ez? Ja, a memória százalék, hogy mennyire van megterítve. Azt a... Ott egy lift. Translate. Safe zone. Safe zone. Azaz. Mentett terület.
őrzött terület. Inkább azt mondanám. Itt vannak ezek a pöcsök, várjál. Ezek a pöcsök jönni fognak. Azaz. Oda néz. Ott van egy söprögető robot. Slums. Mi az a slums? Ja, mentett biztonságos terület. Oké, Buchinger Peti. Neked van igazad. Nyomornegyed. A slave zone? A slaves rabszolgák? Ajaj. Fogtak a macskától, mi? Volt valami jel, nem? Oda néz. Féltek, mi? Jön a mogger macska, vigyázzatok! Vigyázz! Vigyázz, ne megharaplak! Ott az őrség. Fight. Fight. Foyer. They seem to have their own language. Ugye a mezőzás, saját nyelvük van. A riasztásnak. Szívesen látnak, amíg nem eszel meg senkit. Hát akkor nem eszek meg senkit. Még szeretem a robot húst mondjuk. Az jó cucc. Talk with Guardian. Nem akarok vele beszélni. Elég volt ennyi. Bejöttünk. Akkor most figyeljetek. Amiért jöttem. Tinc télim, tinc télim, tinc télim, tinc télim, tinc télim. Jó. Vége. Oda néz. Te ideges vagy? Akkor mit megeszem? Nem eszem meg. Ugye? Járom az ít. Váradi. Háromszáznegyvenhét éves, mi? Ronin. És te? Ki vagy?
Ja, hogy megmutatom neki. Oh, very pretty. Jó van. Roninak is megmutatjuk. Úgy, nézzen meg. Ez csak egy álom. Azzal nem is tudok beszélni, mert az hülye. Hát akkor ennyi volt. Neki megmutattam már. Nézd meg. Azt gondolom, Momo has some picture just like this. Néhány képet. Veszik neki. Momo. Melyik a Momo? Nincs is itt. Jó van. Akkor keressük meg Momót, nem? De a Momó nem tudjuk ki. De megkérdezhetjük az őrt, hogy ki az a Momó. Oh, a picture of the outside, a túloldalról. Mindenki tudja, itt hogy lehetetlen elhagyni ezt a helyet. Lehetetlen túlélni, nem? Ezt a helyet, well, except outside. Elhagyni? Ja, leave az elhagyni, igen. Akkor mégiscsak az első fordításom volt a jó. But no expert, no. Ezek a narancsok jelzik a azt, hogy merre kell menni. Anytime, találkozz, úgy hívjál. I am here to help. Az összes narancsárga ledet kell követni, nem? Afelé kell menjek, az az útjelző, és beszélnünk kell Momóval. Ezek a tények. Ott a következő narancsárga jel. Oda kell följutni. Ugye? Elképesztően jól értem a dolgokat. Hopp, hopp. Nem lett oda föl, azért mondom. Mit csinálnak? Na jó. Most hagyjuk szerintem. Ó, van a nagy fény, ott van.
Oda kell fölmenni a vödőrrel. Ez ki? Egyszer látni akarja az igazi eget? Hát... innentől indul az igazi játék. Aha. Értem én. Na hát ott átmegyünk. Följövünk. Ide jövünk, odaugorjál föl. Itt van a narancssárga cucc. Oda már mehetünk is, B. Hello! Csak nem Momo. Nézd. Szivárványos, az azt jelenti, hogy homoszexuális. Homoszexuális robot? Csak kérdezem. Momo. Momo homoszexuális robot. Tudtam mester, hogy a játék főszereplőjét egy igazi kóbormacskáról mintázták, amit a fejlesztő cég társalapítói fogadtak örökbe, a cicát Mour Taugnak hívták. Nem tudtam. Sosem fog működni, köszönöm. Apja és anya csatlakozó is. Do you want to go? Na mit mond? Azt hittem kevesebb szövegelés van benne, azt a hírét hallottam, de itt azért beszélgetni kell rendesen. Mert elment. Rálépett egy aknára, és tényleg átkerült. Hát nem akarom mondani. Nem volt szakértő. Van egy új cuccunk. Mit tudtunk meg?
Köszi. Outsiders. Ó. Oh. Hát ez így most sokkal jobb. Na. Kész. Hülye macska itt maradt. Na, gyere le, úgy. A fenyőfák, ez is egy másik kép. Itt a külvilágra vágynak az emberek. Oh, Back Home 2, I remember this video game. Emlékszem erre a videójátékra. It was made just after I was created, I think. Can't remember it well. Erre még nem emlékszik. Oké, összegyűjtjük a barátai jegyzeteit, köszönöm a fordítást, és most elhagyom a helyszínt. Ha csak nincs itt valami más, ami érdekes lehet. Cicus. Ki tudunk itt menni? Nem tudunk kimenni. Itt labda. Itt labda. Jó, mehetünk. Itt már jártam, jó, akkor húzzunk innen. Hol itt kéne elmennünk, nem? Itt kéne, hogy menjek megint? This symbol on the wall matches the one on the notebook. Matches, az mit jelent? Pontosan, hogy párosítja, vagy... Milyen, hol van a szimbólum a falon? Miről beszélünk? Ja, az. Egyezik. Akkor gyerünk oda. Ne tököljünk sokat.
Szívasz, cím, jó estét! Akkor kérlek. Kisgutya? Kisgutya, kisgutya? Azt miért nem fog velünk tartani? Miért? Mi? Hopp, valamit begyűjtöttünk. Bármi is legyen az. Még körbenézünk kicsit, de nem látok mást. Itt még valami. Itt valami okosság, gyerekek. Na. Ott van még egy olyan szimbólum, most mehetünk ahhoz. Go! Most nem gyulladt ki a lámpasor. Jó, de ahogy megyünk át, ott. Nem tud leesni. Úgy. Átmenjünk oda. Hol volt az a jel? Eljje. Ott fönt. Ó, hát ti meg... fordítok. Even in right humans could not help but divide in by social class. Jó van, gyerekek, hát ez... Az így most már... Azt el tudja valaki egy mondanában mondani, mit magyarázott. Kéne mennünk, azt mondta. Nagyon jó kérdés, minek a robotoknak ennyi légkondi? Túl vannak melegedve. Nincsen térkép, vagy valami ilyesmi. Ott láttam fönt azt a... Akkor jól láttam. Oda kell szépen főpattogni.
Von Tomás, köszönöm szépen! A 8 egymás utáni hónapodat legyél örök élet és örökké, Mogger! Köszönöm szépen a kitartó támogatást! Ott vagyunk. Ott van, na. Aha, itt ki tudjuk kapcsolni a ventilációt, és a ventilációt kikapcsoljuk, valószínűleg lesz egy ventilátor, ami leáll. Tessék, ezt kikapcsoltuk. Valami oka csak van. Mondom azt, hogy be lehet menni valahova. Igen, mert itt most nem megy a ventilátor. Bedobtam azt oda, szevasztok. Várjál, baszki! Nem itt voltunk már egyszer. Igyunk egy kis vizet. Még egy társadalom kritika is volt benne. Mi vesz, Ipszi? Na, megittattuk a macskát. Itt voltunk, csak ugyanazok a képek. Ide valamiért föl kell jönni. Körbe nézzünk. Ott a következő jel. Vaj, itt már voltam. Ott végig tudnék menni? Párkányon? Nem. Már csak így simán felugrok. Valószínűleg ez lesz. Hopp, egy virág van itt a szellőzőn, figyelitek? Most örülünk, meg kapott energiát. Kapcsoltuk a televíziót. Robotos műsorok mennek a tévében. Normál esetben elméletileg 6 és fél órás játékról beszélünk, az úgy hosszú stream lenne akkor. Eddig sem volt beírva a vége, csak a kezdés mindig ameddig tart. Éjfél vagy egy óra, attól függ, mennyire merül bele a mester. Valaki tudja esetleg, meddig tart a stream, mert a menetrendben nincs kiírva. Nos igen, ez általában 3-4 órás streameket szoktunk tartani, azt van, amikor bedurvulok, és akkor nincs vége.
soha. Ó, micsoda könyvtár, kérem. Translate. So was crazy. Ez az igazi, ezt figyeld. Ezt szeretik a legjobban, ezeket a karfákat. Jó, vége. És Kontina, köszönjük szépen a 110 fős csapatot. Én egy macskával csapatok. És tulajdonképpen... Hát most épp nem tudom eldönteni, most ez jó ez nekem, vagy nem. Most elkezdtem gondolkodni rajta erőteljesen. Egy kietlen világban megyek egy macskával. Ami így jól meg van csinálva, de gyakorlatilag... Most azt érzem, hogy nem lennék macska. Pedig én, amikor kívülről néztem a macskákat, úgy gondolkodtam, hogy lennék macska, de olyan macska, aki észreveszi az autót, tehát nem az, akit elbasznak, hanem az a körültekintő macska. De most valahogy... Nem tudom nektek mi a véleményetek. Valószínűleg ki fogunk jutni egy külvilágba. Abba a külvilágba majd kint leszünk, és akkor a robotnak valaki... Írt egy üzenetet, keresi a gazdáját, és ezt ki fogom juttatni, csak... Nem érzem azt a kellemes feszültséget. Oké, van egy kulcsunk megint. Köszönöm, Conti! Ugye, Gábor? Az milyen jó lenne? Nem tudom, Conti, ti nyomtátok-e ezt a játékot, vagy nem. Az a bajom, hogy nagyon magasra tettem a lécet mindenben, és ez talán a Izéhoz tudnám hasonlítani. Tudjátok, mi ez a... Másik oldalról lehet fölmenni. Na, manózáshoz, azaz a Little Nightmares-hez. Az is egy furcsa világ volt, de ott úgy minden szobában ért valami izgalmas meglepetés is. És olyan jó volt szobáról szobára menni. Itt ez egy picit... Nem tudom, valami... Tehát úgy nem érdekel, mi van az outside-nál, értitek? Én láttam, amikor egy autó elütött egy macskát, miközben a haldoklott úgy sírt, mint egy ember, szörnyű élmény volt. Hát ez... Természetesen nem jó. Én is már ütöttem el a saját macskámat is, plusz más macskákat is. Az egyik legrosszabb az volt, amikor elütöttem, láttam, hogy még szemben a szerencsétlen, de már kim volt mindene, és akkor úgy döntöttem, hogy átmegyek rajta még egyszer, hogy ne szenvedjen tovább.
Tehát mesélhetnék macska halálokról, de most ezt hagyjuk. Inkább ebbe segítsetek, hogy ti mit mondtok erről? Mi az érzésetek? Tetszik ez nektek? Jó erre megjönni? Erre golyócska. Ott van fent egy ilyen bígyóval, hogy föl kéne jussak, felmegyek erről, hát, hogy itt kell fölmenni, vagy itt kell tovább menni, nem tudom. Jaj. Ott van az a nyomorontság, vagy hát lehet, hogy csak hogy lehet oda bemenni. Itt megfordulok, és ott van. Ott van fönt, azaz, ide, azaz, ott, na. Világvédelmi hangulatom szerintem jól átadja a játék, de én felénél feladtam, nem élveztem a játékmenetet. Pontosan ezt tudom mondani, Szipszi. Van egy ilyen jó hangulat, de úgy egy idő után... Idő után itt most én azt érzem, hogy... Tehát valahogy én úgy képzeltem ezt a játékot, hogy... És jön még egy raid. Nagy Norbi, köszönöm szépen a 32 fős raidedet. Pont el fogunk beszélgetni arról, hogy vajon ez a játék így összegezve... Hát 2,5 órája megy a stream, de mondjuk 2 óra 20 perce. Legyen 2 óra, jó? 2 órát töltünk bele idáig. És tehát én ugye az elején azt mondtam, hogy milyen jó ötlet, mert a macskáknak milyen izgalmas a világa, ahogy jönnek, mennek, este mindig serénykednek, mindig találkoznak valami másik állattal, van valami akció, meg csajoznak, meg felderítenek folyamatosan, és itt sikerült egy olyan világba beletenni a macskát szerintem, ahol ugye egy teljesen kihalt városban vagyunk, és így macskának lenni egy ilyen kihalt városban, a semmiben kolbászolni, hát nem tudom, az kurva unalmas. De... Ja, várja, beszélek vele is. Akkor beszélgetek ilyen robotokkal, de egyébként meg jól meg van csinálva. Na, megmutatjuk neki is a cuccokat. Uff. Egy csomó cuccot megmutathatok. Hát igen, kergetnének a kutyák, vagy valami. Amúgy ennek a játéknak a története pontosan miről is szól, mert annyira nem értem. Elindult a macsek, elszakadt a kis barátaitól, a többi macskától, a kis testvéreitől, az beesett ilyen... Beesett ebbe a... nem is tudom... robot nyomor negyedbe, és akkor innen elindult volna visszafele, de közben meg találkozott egy robottal, amit összerakott, mert hogy villanyszerelő macskáról van szó, és most ez a robot, ez keresi a gazdáját, aki meg a falakon túl van, ez a történet, és ezután nyomozunk. 27. hónapja, 27. már ne csináld neked, Krizzor, nagyon szépen köszönöm, legyél örök élet és örökké mugger, mind a 27. cuccot. Hónapot, köszi, köszi.
Szóval... Egy jó Warzone-t ezt adnám, imádnám. Hát ja. Én is azt érzem, gyerekek, hogy... De most nem tudom, lehet, hogy bennem van a hiba, bár nem tudom. Mert ugye én hibátlan vagyok. Tehát ezt azért tudni kell. Úgyhogy elég nehéz bennem hibát találni. De biztos vannak, akik élvezik azt, hogy cicaként mászkálnak egy kietlen világba. De valahogy én így... Várj, oda fel lehetett volna ugrani. Hát ez tényleg 6 óra, akkor az bőven elég. Itt a készítők is érezték. Jaj, és mindenkinek megmutatom az összes cuccomat, és azok mind végig fogják mondani a dolgaikat, hogy ki mit. Mit kell megkeresni? Rolex, én már elfelejtettem, mit kell megkeresni. Szasz Péter Vóri. Köszönöm szépen. Mit kell megkeressünk tényleg? Hát teljesen elfelejtettem. Mi a cél? Mit csinálok? Miért játszok egy macskás játékkal? Mi van itt? Hinnyi vagy? Világító jelzéshez kell oda menni és keresgélni. Ja, tényleg. Hát ennyi a feladat, és az, ami kicsit izé. A kékhez, meg a sárgához. És akkor megyünk a kékhez, meg a sárgához. És ráadásul ugye mindenki van X-elve, tehát... Ja, és lejöttem. Ez mi volt? Láttátok? Az egy ásítás. Ugye ez az volt? Egy ásítás volt, az nem vagy vérzés, bár közel volt hozzá. Ásítás. Az egy rossz jel. Az egy rossz jel, mert akkor lehet, hogy unatkozom? A Mogger Gamer csatornán a streamer nem unatkozhat, mert az baj. Az óriási baj, akkor elkezdenek a nézők is unatkozni, és akkor egyszerre mindenki unatkozik, és már azt veszük észre, hogy az egész világ unatkozik, és akkor Csipke Rózsika tragédiájába fullad a stream, hogy az egész palota összes embere, még a szakácsok is alszanak, hát a lófaszt. Ide figyelj, te kurva macska, dobjuk föl valahogy ezt a streamet, mert megőrülök. Hol van? Hol van? Valami! Nem fogok lefordítani mindent a robottal, mert abba álljultam el. Hol van egy jel? Mutasd egy jelet. Van 5 percet, különben befejezem az egészet. Hol van? Nyávogjál, azt tudsz, akkor üvöltsd végig az utcát. Hol az a kurva jel? Figyelem, chat! Kérdéseket fogok feltenni. Mi? Valaki visszaugatott? Mi van?
Mi van? Mi a baja? Nem segítenek. Nem segítenek, így még nehezebb. Aj! Akkor itt hagyjuk ezt a szegletet. Valami legyen, bassza meg. Hol van az a jel? Ott van ott az a sárga, ahhoz kell mennünk, de azt már egyszer észrevettük. Ott az a kék, az a másik. Most a kék felé menjünk. Nem fog mindenkit végigkergezni, az biztos. Na jó, azt megnézzük, mi ez. Hát jó lett volna, igen, itt van Puttyis, minden angolok tudor, az közben nem segít, hiába könyörgöm. Jó van. Ide. De, jó, erre visszajöttünk. Oda kéne át... Neee, hova mész? Hogy tudunk oda átmászni? Valószínűleg azon a házon keresztül, úgyhogy akkor visszamegyünk. Oda. Innen, oda. Igen. Abban a szimbólumos lakásban voltam, de a másikban nem. Itt nem tudok átmenni. Ugye? Itt összegyűjtöttem a szimbólumot egyébként, szerintetek? Mert már azt sem fogtam fel, hogy mi a szar volt. Még nem. Jó, akkor gyűjtsük be a szimbólumot. Tegyük meg, hogy begyűjtjük. Hol van a szimbólum? Széfet keressek? Keressünk széfet. Ott van. Ez az. Oké. 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 That's fine. The other notebooks. Super. Akkor keressük.
az Other Notebooksot. Az akkor már nem világít, annyit segít nekünk a játék. De ez itt fog világítani forever. Hát lehet, hogy oda át lehet ugrani, nem. De innen már lehet, hogy át lehet, nézd csak meg, hopp, oda. Hát ugorjak már fel ide valahova, nem? Nem engedi. Pedig innen olyan jó tudnék ugrani oda fő. Oda se? Oda föl, oda nem lehet? Oda se engedi, baszki. Vagy oda menjek? A kékhez? Ott se voltam még mondjuk. Voltam ott? Úristen. Még a hűtőben is könyv van, igen. Na jó, hát akkor menjünk oda. Na, voltam szerintem. Oda kéne, oda akarok eljutni, csak nem látom, hogy hogy. Onnan átugrok. Nem, az nem megoldás. Itt kéne valahogy átugrani, de hogy? Ez fájt neki. Ezeket itt letologatom, nem tudok oda átmenni. De úgy nem, csak át tudok oda ugrani. Nem tudok oda átugrani. Nyald meg, miért nem? Miért nem? Why not? Why not? Itt lehet mondjuk, hogy át tudok menni. Menjen el. Oda. Úgy. Még brekeget hallottad? Brekegő macska. Most még ezt hiányzott nekünk. Akkor ide lejövök. És így valahogy. Nem tudok átmenni, baszki. Nem tudok. Hol nem kerestem semmit? Itt. Nem is zavarnék tovább. Október 11 van. Másik kék jelenti a tetején. Hozzunk neki kábelt, és köt egy poncsót. Hozzak neki kábelt. Sziasztok! Csöveskedtek? I want something. You want something. Hát tudom, mit csinál itt. Mit csinálsz itt? Mit csinálsz? Hordónál melegednek a robotok? Az nem rossz.
Azt nem tudom bekapcsolni. Gyerekek! Mennem kéne a következő helyre. Szabad a gazda. Ezt én nem tudom fordító nélkül csinálni, ennek semmi értelme nincsen. Ennek a tetejére nem lehet fölmenni, a liftnek a tetejére, ez egy lift, nem? Nem tud felugrálni valahogy. Na. És a nem PS-es játék az... arra van magyarítás? Ha itt már voltam bent. PC-sre már is elkészült. A PC-s is ingyenes, mint a PS-es, vagy nem? De nem. Hoppá. Amit összeszedtünk. Ott még nem voltam, ugye? De jó lenne átmászni. Tegyük meg, hogy voltam ott már? Nem, ott oda akarok átszenvedni már ezer éve. Vagy csak az alja a lényeges, a teteje nem. Vagy ott megyek át.
innen nem engednek át, nem értem miért nem. Aha, oda nézzél csak. Nézzél. Na, megy oda, oda cicus. Ha nem tudsz átugrani innen valahova? He? Léci, ugorni alá nem ugrik át. Ott nem tudok átmenni. Ott nem tudok átugrani. Csak innen kéne feljebb avászkodni ott valahogy. Arra és onnan át. A tetejére nem lehet majd felmenni. Itt kimenni valahol, vagy valami. Egy másik ablak. Aj, nem nincs. Semmi sincs. Hát na, most mit mondjak? Innen se tudok oda menni. Jaj! Gyerekek! Tiszta drót minden, érted? Innen oda nem tud menni. Oda följutok, de akkor se történik semmi, mert ott már jártam. Igen, az nem megoldás. Így kéne valahol átmenni. Na, itt mi van, erre jártam. Jaj! Nem jó. Nem jó. Vesd le magad, hülye macska, hogy ezen itt nem tudsz átmenni, minden megoldódna. És ez még semmi, erre ma jöttem rá. Gondolkodok macska fejjel? Aha. Gondolkodok macska fejjel. Uh-huh. Jó, majd mindjárt meg lesz. Macska fejjel nem ugranék be egy vödörbe például, hogy átszánkázzak a túloldalra. Eres csatornákon lehet fölfele mászni, de nem lehet. Lehet, hogy lehet. Lehet olyat? Uff.
nem tudok átmenni, baszki. Most értem, hogy hova kéne. Ez az oldal nem működik, ha csak onnan föntről rá nem ugrok. Nézzük még meg az, de szerintem már azt is próbáltam egyébként. Én szinte biztos vagyok benne. Igen, ott nem tudtunk följebb menni. Te már eltévedtél, Purple? Már én is, és nem sokára be is hányok. Aj, baszki. Én nem tudok átugrani oda, onnan nem tudok átugrani ide. Új, gyerekek! Júj, de nehéz az iskolatáska! Most hova ugrottam föl? Hopp! Várj csak! Véletlenül valahova felugrottam, de... Lehet, hogy segít. Na, ugor csak át oda, mert picsán rúglak. Ugorját! Nem tud átugrani! Nem tud! Az itt nem tud, de nem tud! Oda! Ott mi van ott? Mi van itt? Na, itt mi van? Ezt nézzük, mi ez? Kólaautomata. Jaj. Grácia. Egyed meg. Most sokkal jobb nekünk, de... A robotot így lehet segítségül hívni, nem? Megyek egyel felső lakásba. Azt mondta. Hát a kéket szeretném. A kék területet megcélozni. Hát igen, oda szeretném, nem tudok följebb menni, sajnos ez. Elkavarodtam, és a büdös életbe többet nem tudok visszakavarodni. Olyan helyekre, onnan nem tudok tovább. Ott azt a nagy, büdös kékséget, azt szeretném meghódítani ott fönt. Várj csak. Lehet, hogy erre. Menj, nem. Ugorjál le, mert megöllek. Úgy. Át tudsz odaugrani? Jó. Oda. Hogy meg leszünk. Nem, szerintem megint oda fog menni, ahol már voltam egyszer. Igen, és innen meg nem tud átugrani oda. Jaj, de jó! Jaj, de jó! A habos sütemény. Mogyoró van a hab tetején. Ilyet én nem kapok, csak ezért zokogok, de a kék táblákat, de. És a nagy kék tábla, vagy ha azt hagyjam figyelmen kívül, csak ott mondtátok több, hogy ott nem volt, hogy menjek mondjuk oda. Konkrétan az ilyen jeleket keresem, csak az tök mindegy. Mert van a sárga, meg a izé. Sárga jelek, meg a kék jelek. A vigyorgó fejjel, vagy vörös szájú fejjel? Vörös szájú fejjel hol látsz? Oké. Akkor azt hagyom, amit idáig egy órája kergettünk, hogy hát ott van a kutya elásva. Fogom magam, azt átjövök ahhoz, mert ott talán nem voltam, vagy voltam. Nem tud, ne nyarbogja, odaugorjál át. Jaj, de voltam már rég szerintem.
Voltam, onnan jöttem, de ott lehet, hogy egyen följebb kéne menjek. Magasabbra lehet-e menni, mert azt akarja nagyon. Hát, nézzük, hogy mit tudunk kihozni. Na! Nem tudok innen se kiugrani. Nem tudok. Igen. Még mindig keresem Sipsi. És... Alig vártam, hogy játszassak. Megint, nézzek. Tudom a falat kaparni. Igen, azt hiszem a falkaparás. Ásítok, és közben kaparom a falat. Ez nem jó jel, gyerekek. Ez nem jó jel, ez egy stream végét jelenti. Nem tudom. Mondjuk, ha tudnék angolul, akkor azért jobb lenne egy fokkal. Valószínűleg, de... Nem érzek olyan magasöptű párbeszédeket. Szóval összességében azt tudom mondani, hogy én sokkal többet vártam, mert... Nem tudom. Én tudok angolul, és szerintem annyival nem jobb. Nem nekünk való ez a szar. Hát lehet, hogy változik a menetre, nem tudom, én... Tehát ez, vannak, akik ezt nagyon szeretik, hogy bóklásznak, és akkor így ki kell találni, hogy merre megyünk, stb. Sajnos, vagy nem sajnos, de túl sok jó játékkal játszottam ahhoz, hogy ezzel tovább töltsem az időmet. A falkaparás tényleg jó ötlet, hogy ezt így tudom kapargatni, és hogy ellen tart a joystick, és ezzel így lehet dolgozni. De én összegezve annyit tudnék mondani azért, hogy ha esetleg a macskát a való életbe helyezik bele, és nincs ez a futurisztikus őrület, ami úgy elsőre jó, meg nagy durranás, csak nincsen tovább lépés, nincs az, hogy
hogy hú, egyre jobb helyeket találunk, egyre nagyobb meglepődések, hanem ez pont ugyanaz van, mint a reklámban, meg mint az elején, meg úgy a Fallout-tal tudnám összehasonlítani, hogy a Fallout is, már nem tudom hány, de hogy fantasztikus játék volt, imádtam az egészet, ahogy gyűjtögettem a kis cuccokat, aztán egy 10-20 óra után azt vettem észre, hogy az égvilágon nem történik semmi más, csak ugyanolyan tájakon mászkálok, és esetleg jobb a szerkóm, és ezek a kihalt világok, ezeknek ez a nagy veszélye, hogy ez tényleg kihalt. A kihalt világ az kurva unalmas, és hát itt is hiába jó egy grafikus, meg jók a helyszínek, meg minden, hiába van egy cica, hiába van megcsavarva a szezon a fazonnal, nekem ez unalmas. Azt hiszem. Igen. Pedig a macskák élete nem unalmas, és én ezt vártam ettől az egésztől, hogy belebújva egy valódi macska bőrébe, nem egy aranyos kis cicájába, ez egyébként egy valódi macska, tehát ilyen szempontból nincsen hiba. Akkor ott megyek, jönnek a patkányok, a pókok, az ez, az, küzdök, futok, akciózok, csajozok, mit tudom én, tehát hogy történik vele valami, de az, hogy egy hátizsákkal mászkál a hátán, és ugrik mindig oda, ahol az X megjelenik, és meg kell keresni a kék, meg a piros helyekre vezető utat. Nem, sajnos nem ütött át az inger küszöbömet. Egy jó kihalt világú játék, a Shadow of Colossus PS Exclusive 20 éves, most kapott új grafikát, ajánlom a figyelmét mindenkinek, aki szereti a magányos kalandjátékokat. Pedig egy jó Witchernél, ahhoz a römlányok városában nyávognak rád egy fokkal jobb. Full egység utáj. Lehet szavazni arról, hogy ezzel többet ne játszon a mester? Query után megérdemeltük volna egy jó sztorit majd legközelebb. Igen, a query után ez egy másik. De ebben nem, hát nem tudom. Azt kell mondjam, hogy nagyon nehéz jó játékot csinálni, mert megcsinálták páran, és azok oly magasra tették a lécet, hogy ezek az egyébként, ebben rengeteg munka van szintén, meg én az alap ötletet már elvágtam volna, megmondom őszintén, tehát mikor leül a stáb, és kitalálják, hogy akkor mi legyen a... és benyújtanak egy forgatókönyvet erre a játékra, hogy egy macska... Hát nem tudom, nem akarok okoskodni. Csak rendkívül egyszerű leszek, hogy eluntam. Úgyhogy ez volt a macskás játék bemutatója, gyerekek. Biztos van olyan ember, aki megtalálja ebbe az örömét, és aki csillagos sötöst ad rá, azt is megértem, de az nem én vagyok. Most jó éjszakát kívánok mindenkinek, hogy holnap mivel fogjuk folytatni, azt még nem tudom biztosan, de valami lesz. Jó éjszakát, köszönöm a moderátorok munkáját, köszönöm, hogy itt voltatok, hogy támogattatok, hogy újra feliratkoztatok, és leginkább, hogy mindenki nézett. Jó éjszakát, szevasztok!